Szép estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőinket! Önök február 19-én, hétfő este a Tatai Televízió napi híradóját láthatják. Tartsanak velünk mai adásunkban is! Tatai kortárs művészek alkotásai mutatkoznak be a múzeumba. Célba értek a jótékonysági evezés érmei és plüss játékai. Leendő elsősök próbálhatták ki az iskolások mindennapját. Barlangkutató előadásával folytatódott az Eszterházi Klub délután. Fények címmel telt meg képzőművészeti alkotásokkal a Kuni Domokos Múzeum kiállító terme. A tárlat tatai, illetve a városhoz kötődő kortárs művészeket fogja össze, akik korábban már színesítették az intézmény állományát egyel képpel, produktummal. Ismerős neveket fedezhetnek fel a művészet kedvelők a Kuni Domokos Múzeum legújabb kiállításának alkotásai alatt. Közel 30 tatai kötődésű kortárs tehetség mutatkozott be a Fények című tárlaton, amely kezdeményezés az intézmény bázis gyűjteményét alapozta meg. A kiállítás váratlan eredménye egy éve lassanként épülő projektünknek. Arról volna szó ugyanis, hogy felkértünk művészeket, megszólítottunk művészeket, arra számítva, hogy alkotásokat adományoznak a múzeum gyűjteményének. Nekünk van egy ragyogó képzőművészeti gyűjteményünk, ami az utóbbi években, évtizedekben nem tudott olyan módon gyarapodni, ahogy az kellett volna, ahogy várható volna, és éppen ezért számítottunk ezekre az ajándékokra. Tehát gyakorlatilag egy új szerzeményi kiállítást látunk. Nem kimondottan kiállítási céllal kértük be az anyagot, egyáltalán nem, csak azért, hogy a gyűjteményben az örökké valóságnak, hogy így mondjam, meglegyen a lenyomata ezeknek az éveknek, hogy kik működtek itt, milyen tendenciák mentén, milyen technikák, milyen műfajok mentén. És váratlanul jött tulajdonképpen az elgondolás, hogy annyira szép az anyag, ami már eddig összejött, ugye, és tényleg még nincs vége a projektnek, hogy érdemes lenne megmutatni. És így tulajdonképpen egy új szerzeményi kiállítás helyett egy tatai tárlat látható most itt, ahol a tatai művészek színejava, nagyon, nagyon sok fontos alkotó mutatja meg azt, hogy milyen erős ez a képzőművészeti jelenlét itt a mi városunkban. Az eseményen elhangzott, hogy városunk méltán lehet büszke a tatai kötődésű művészekre, így a múzeum a jövőben is szeretné folytatni képzőművészeti gyűjteményének színesítését, valamint az alkotásokból is érdemes időről időre kiállítást szervezni. Szerintem kevés város van, amelyik büszkélkedhet azzal, hogy ennyi ott élő, vagy tatát ennyire szerető művésze van. Képzőművészet egy csodálatos dolog, hiszen azt, ami a bensőnkben van, azt megpróbáljuk olyan kifelé megmutató hangulattal megteremteni, amiből egy kicsit bennünket is, az alkotót is megéli és megérzi, megismerheti a néző. És a tatai művészek között kiváló, különleges, nagyon-nagyon érdekes személyiségek is vannak, és ezért kiváló, nagyon jó ötlet volt, hogy ezeket a sok-sok féle embert a múzeum összegyűjtötte, és egy közös kiállításon most újra láthatjuk őket. A Fények című tárlat húsvét hétfőig lesz megtekinthető a Kuni Domokos Múzeumban. Mintegy 70 sportoló részvételével valósult meg január elején a 24 órás jótékonysági evezés Tatán. A kezdeményezés során a Szív Bajnokai Alapítvány gyermekeiért ültek hajóba a vállalkozó szelleműek. A program során összegyűlt tárgyi felajánlásokat a napokban adták át a Tatabányai Kórház gyermekosztályán.
Közel egy hónapja még a Tatai Tammedencében neveztek 24 órán keresztül a sportolók, februárban pedig a jótékonysági programon felajánlott plüssöket és érmeket adták át a szervezők a Szent Barbála Kórház csecsemő és gyermekosztálybetegeinek. Hivatalosan is lezárult az esemény, amely részeként 5 település, mintegy 70 nevezője ült hajóba januárban. A kezdeményezés második alkalommal hívta fel a figyelmet a segítés fontosságára, nagy sikerrel. Hát nagyon pozitív visszajelzések, nem gondoltuk volna. Nagyon őszintén mondom, sokszor meg is lepődtünk, mert hetekkel rá később is hívtak, telefonáltak, kérdezték, milyen volt a verseny, jövőre lehet-e jelentkezni, ne csinálunk, ne 24-es, legyen 48, mert nagyon sokan jelentkeztek. Megmondom, kb. 200 ember jelentkezett, és ugye abból csak 100-at tudtunk fogadni, ugye maga a kajakháznak a befogadó képessége ennyi volt, de ennek nagyon örülünk, hogy és másfél nap alatt megtelt. Ennek még jobban örülök. Várható akkor, hogy a jövőben is tovább folytatjátok ezt a tradíciót? Mindenféleképpen szeretnénk tovább folytatni. Ugye az én barátévezésnek indult 2 éve, most nagyon-nagyon léptünk, és reméljük, hogy jövőre ugyanúgy sikerülni fog. A 24 órás jótékonysági evezés első alkalommal Csáki Soma gyógyulásáért valósult meg. Idén a Szívbajnokai Alapítvány gyermekeiért ültek hajóba a nevezők. A program során összegyűlt több száz érem, plüss és egyéb felajánlás a Tatabányai Kórház fiataljainak arcára varázsolt mosolyt. Minden kórházban fekvő gyerek számunkra nagyon fontos. Miután, mikor a kampányt elindítottam, akkor elsősorban és végigjárva az összes kardiológiai osztályt rájöttem arra, hogy nem csak kardiológiai osztály létezik, és nem csak olyan gyerekek vannak, akik szívbetegek, de nagyon sokszor egyéb problémával kerülnek be, és aztán ennek a hozadéka esetleg egy szív probléma. És úgy döntöttem, hogy minden gyerek részlege szeretnék ellátogatni. Nagyon örülök annak, hogy a kórházak nyitottak rá, sőt, nagyon sokszor már maguk jelentkeznek, hogyha arra járunk, akkor menjünk hozzájuk is el, illetve mindig megpróbálom az adott sporteseményhez legközelebbi kórházat megkeresni, hiszen nekem is fontos, hogy a sportolók, azok, akik ezeket a programokat kezdeményezik adománygyűjtésre, utána bemehessenek abba az intézménybe, ami hozzájuk a legközelebb. Arról nem beszélve, hogy lehet, hogy néhányan már jártak is abban a kórházban. Amúgy meg profil tekintve minden gyerek, aki bekerül, aki valamilyen problémán esik át, az bajnok, mert hiszen utána azért gyógyultan távozni, az ugyanolyan, mint a bajnokoknak elérni egy célt, amikor eljutnak egy bizonyos nemzetközi eseményre, vagy akár az olimpiára. A szervezők a nagy sikerre való tekintettel tovább folytatják az egynapos jótékonysági evezés kezdeményezését. Idén is népszerűnek bizonyult a Fazekas iskola nyílt napja, amely program most a lendő első osztályosokat szólította meg. A gyermekek rövidített tanórák során nyerhettek betekintést az iskola életébe, ahol magyar, matek és énekórára is várták az óvisokat. Hamar megteltek az üres székek és padok érdeklődő gyermekekkel a Fazekas iskolában. A tanterem ez alkalommal még óvodás fiataloktól volt hangos, akik részt vehettek életük első magyar, matematika és énekóráján. Az intézmény ugyanis a legkisebbeket megszólítva hirdetett nyílt napot, ezzel segítve a családokat döntést hozni az általános iskolai beiratkozásban. A hagyomány alapján mindig kipróbálják, hogy milyen az iskolában a padban ülni, mit csinálunk az iskolában, hogyan tanulunk, hogyan beszélgetünk, jelzéseket is tanulunk, és az a fő, hogy megszeresse az iskolát, hiszen mindenki nagyon várja, és ezért gondoljuk, hogy ha megismerkedhet vele, akkor meg is szereti, és akkor szeretettel jön a programjainkra, amik még azért sorakoznak. Mini napot terveztünk, mini órákkal, 20 perces kis matematika óra, magyar óra, ének óra, amit tartunk, és egy kis ügyeskedés, egy kis kézműveskedés. Mindenben minden van, kicsit komplexen gondolkodunk, és mivel a mi iskolánkban az ének, ami emelt számban jelentkezik az órarendjükben is, már elsőtől fogva, ezért különösen az énekórákra fordítunk nagy hangsúlyt, és ezért ezek az énekórák, amiben betekintést nyerhetnek, és kipróbálhatnak hangszereket is, meg hát a legszebb hangszert, a hangjukat, ezt azt gondolom, hogy minden kicsi nagy szeretettel és odaadással teszi.
A gyermekek természetesen hamar megmutathatták a hangjukat, de különböző zenei eszközöket is megszólaltathattak a délután során. A nyílt napon a fiatalok betekintést nyerhettek egy iskolás mindennapjába, de a tanárok számára is remek lehetőség az esemény jobban megismerni a leendő elsősöket. Nagy az érdeklődés, szeretettel fogadjuk a gyerekeket, sok kíváncsi kis arc jött és félve néztek be a terembe, de annál jobban érezték magukat, itt a magyar és matematika órán vagyunk már túl. Az énekóra keretein belül kipróbálhatják a hangszereket, a kézműveskedésnél pedig egy kis tavaszi készülődéssel várjuk őket. A Fazekas iskola bemutatkozó sorozata nem ért véget, egy szülői értekezletet követően ének- és rajzversennyel szólítja meg az intézmény a körzet fiataljait. Ismét sokak érdeklődését keltette fel az Eszterházi Ferenc Baráti Kör Egyesület programja. A havi rendszerességgel meghirdetett klub délután előadója Sashegyi László volt, aki Tatavizeiről tartott tájékoztatót. A civil szervezet örömmel fogad jelentkezőket egy-egy témakörbe járásához. Ismét nagy népszerűségnek örvendett az Eszterházi Ferenc Baráti Kör Egyesület klub délutánja. A kezdeményezés 2023 óta havi rendszerességgel jelentkezik, ahol különleges, tatai kötődésű személyek történetei és a városhoz kapcsolódó kutatási eredmények kapnak bemutatkozási lehetőséget. Az angolkerti helyszín kiemelten aktuális volt a legutóbbi találkozón, hiszen a természeti örökséghez kapcsolódó információk régóta Sashegyi László tudásának birtokában vannak. A geológus barlangkutató sok érdekes témával készült az eseményre. Geológus végzettséggel rendelkezem, én igyekszem azokat a témákat felhozni, ami a szakirodalomban nem szerepel, tehát kezdeném a 240 millió évvel. Annak a következményeit források lettek Tatán, hát ezek végig kell majd vezetni. Én szeretném nem egy tudományos előadást tartani, ott ülök a pódiumnál és mondom a idegen kifejezéseket, senki nem ér bőle semmit, hanem ez ilyen családias beszélgetés. Tehát szeretném bevonni a látottodat is, kérdéseket feltenni, és aki még nálam is többet tud, az nyilatkozzon, vagy mondja el a többieknek. Az Eszterházi Ferenc Baráti Kör Egyesület örömmel konstatálta, hogy a tatai értéket népszerűsítő kezdeményezés sok embert elért a tavalyi év óta. A szervezők így hosszú távon gondolkoznak, ehhez azonban várják az új előadók jelentkezését is. Nagyon boldogok vagyunk, hogy elsősorban akiket mi kértünk fel, vagy egymást ajánlották az előadók, hogy tehát elfogadták a meghívásunkat. Nagyon sok értékkel foglalkozó ember van, kaptunk már régi fotókat is, ezt is nagyon szeretettel várjuk, nagy szeretettel várjuk, és nagyon örülnénk, hogyha önként is jelentkeznének emberek, akik valamilyen tatai értékkel foglalkoznak. Szívesen segítünk az előadást is megtartani, vagy csak beszélgetés, az is nagyon jó lenne, hogyha kialakulna egy ilyen kis emlékező klub. Eddig névre szóló meghívással éltünk. Most azt tudom mondani, hogyha bármilyen témával foglalkozik, vagy van régi tudása, mint ahogy a Sashegyi úrnak, ugye, hogy kívülről ismeri Tata vizeit, bátran jelentkezzen nálunk, és akkor elbeszélgetünk, eldöntjük, hogy szeret, vagy lesz-e belőle előadás. Már a következő, hát a következő alkalom az még nincs lefixálva, de már felkértünk, viszont nagyon szeretném a hírét vinni, hogy április 20-án Görbe Márk pesti művészettörténész lesz ismét a vendégünk. Ő a fesztiekről fog beszélni. A következő pedig március 16-án, hát ott egy kicsit március 15-ről is megemlékezünk, de még az előadó azért titok, mert még nem mondott végleges választ. Bár a klub délutánokon sok esetben csak az előadó él a felszólalás lehetőségével, a szervezők remélik, hogy a jövőben egy kötetlen beszélgetés fogja jellemezni a programmenetét. Gerébi Ákos önkormányzati képviselő 2024. február 20-án kedden 10 és dél között fogadó órát tart az MSZP városi irodájában, Tatán az Agostyani utca 1 szám alatt. A képviselő szeretettel várja az önkormányzat munkája iránt érdeklődőket.
A Magyari Zoltán Tudásközpont és Könyvtár sok szeretettel vár minden kedves érdeklődőt filmklubjába február 21-én délután 16:30-tól kezdődő vetítésre. Az eseményen a Pogány Madonna című filmet tekinthetik meg a résztvevők, majd a moderátor vezetésével beszélgetés következik a filmről. A program ingyenesen látogathatók, de a szervezők kérik, hogy részvételi szándékukat a 34-es körzet 380-281-es telefonszámon jelezzék előre. Következzenek hétfő esti híreink, még egyszer röviden. Tatai kortárs művészek alkotásai mutatkoznak be a múzeumba. Célba értek a jótékonysági evezés érmei és plüss játékai. Leendő elsősök próbálhatták ki az iskolások mindennapját. Barlangkutató előadásával folytatódott az Eszterházi Klub délután. Munkatársaim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Önök február 19-én hétfő este a Tatai Televízió napi híradóját láthatták. Tartsanak velünk a folytatásban is, hiszen Tallózó műsoron következik. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk ugyanebben az időpontban. Én további szép estét kívánok önöknek, vigyázzanak magukra és egymásra is. A viszontlátásra!